Nagyon nyüzsgés a szombathelyi piacon kedden. A szezonális termékek közül most kapható a medvehagyma is, egyre több árusnál. Egy-egy csokor ára 200-250 forint. Nagyon sokan veszik is. Egyre többen megkedvelték a medvehagymát, mondják az árusok. Szerintem most már elég sokan. Van, aki még mindig rácsodálkozik arra, hogy jé, hát ő még ezt nem kóstolta, csak hallott róla az újságokból, egyéb reklám dolgokból, de tudnak azért az emberek már róla. Nem mindenhol él meg a medvehagyma. Kedveli a vizek közelségét, az árnyékos helyeket. Mint például Táplán-Szentkereszten, a Széchenyi Parkot és környékét. Itt tömegével nő. Igaz, a korábbi években, míg a játszótér nem épült meg, még nagyobb területen volt megtalálható. Ebből simán aprítva van, ez margarinban van beletéve, ízesítve van sóval, egy kicsi kis fűszerre. Nem csak vajas kifléhez kiváló a medvehagyma, mondja Meskó Krisztián, hanem még számtalan ételhez, például húsokhoz, körözötthöz is felhasználható. Jótékony hatása van, többek között a vérnyomásra, emésztésre. Néhány éve van újra nagy divatja. Emiatt viszont sokan tömegével szedik a növényt. Nem csak saját fogyasztásra, hanem piaci árusításra is. A Táplán-Szentkereszti önkormányzat ennek akart gátat szabni azzal a rendeletével, amely a Széchenyi Parkban található medvehagyma populációt ideiglenesen helyi védettség alá helyezi. Azért is fontos, hogy megmaradjon, mert és a rendelet ugye ezt szépen szabályozza, hogy legalább 3 levelet hagyni kell egy tövön, hogy biztosítva legyen a jövő évi kihajtás is, mert ugye a virágzás után itt a magok elhulajtása kezdődik, és hogyha nagyon-nagyon sok levél hiányzik, akkor ez nem biztosított. Aki a rendeletet megszegi, és a megengedetnél több medvehagymát gyűjt, az feljelentésre és bírságra is számíthat. A településen egyébként április 27-én rendezik meg a medvehagyma virágzás ünnepét.